A 30 éves HMDK Tengermelléki Fennsíki Megyei Egyesülete 4 éve végre beköltözhetett saját székházába, az impozáns Anna villába, és azóta itt tartják programjaikat, összejöveteleiket. Jelenleg 2 aktív szakcsoportjuk van, az egyik a festőkör, a másik az irodalmi csoport, és egy játszóházat is működtetnek gyerekek számára. Évente számos programot megvalósítanak, minden évben megemlékeznek a magyar nemzeti ünnepekről, és nagy népszerűségnek örvend a Fiumei Magyar Napok elnevezésű rendezvénysorozatuk is. Hangzott el Fiumében a HMDK megyei egyesületének 30 éves jubileumi ünnepségén. Igyekeztünk méltó módon megünnepelni ezt a szép ünnepet, mert 30 év az egy hosszú időszak, 3 évtized, és szerencsére vannak olyan alapító tagjaink, akik még mai napig is tagjaink, és ráadásul többségük elnökségi tag. Szeretném megköszönni nekik is az eddigi munkájukat. Ugyanúgy köszönettel tartozunk támogatóinknak, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének, Magyarország Zágrábi Nagykövetségének, és természetesen a médiának, a Drávatáj és az Új Magyar Képes Újság, akik tényleg nagyon-nagyon nagy odafigyeléssel végzik munkájukat, és próbálják a média által egész Horvátország területén magyarság számára eljuttatni a sok információt, a sok rendezvényt, amelyeket szervezünk. A jubileumra kiadtak egy az elmúlt 30 évet felidéző fotókból álló könyvet is, valamint átadták a díszokleveleket az egykori alapítótagoknak, megköszönve ezzel eddigi áldozatos munkájukat. Szép is, és egy kicsit szomorú is. Ugye 30 év távlatából nézve nagyon sok minden történt. Jó is, rossz is. Ugye én Magyarországról jöttem, Ürömről, ami közel van ugye Pesthez, Óbuda, Üröm, tehát én azon a részen éltem, és onnan jöttem ide, férhez. Több mint 50 éve így itt élek. Mennyit vesz részt ma az egyesületi tevékenységekben? Hát én nagyon szeretek bejárni az egyesületbe, ugye megalapítottuk az énekkart, én különben énekkari tag vagyok a egyházi énekkarba is, ott, ahol élek, Bakar fölött, egy helységbe, Krellinnek hívják a kis helységet, és itt megszerveztem a HMDK-ba is a énekkart. És most énekkart vezetek, és horvátokat is tanítok magyar énekekre, csak magyar énekekre, és nem tágítok emellől. Úgyhogy és nagyon jól megy. Nagyon jól megy, szeretnek velem énekelni, egy kicsit viccelünk, szórakozunk, együtt vagyunk. Az alapító tagokon kívül az egyesület támogatói és partnerei is kaptak díszoklevelet, így Jankovics Róbert parlamenti képviselő, a HMDK elnöke is büszkén vette azt át. A HMDK országos szervezete egy nagyszerű alapszervezetet kapott, egy nagyszerű képviselőt itt a tengeren, és a helyiek is. Tehát a Fiume város, illetve Tengermelék Fennsíki megye is úgy érzem, hogy egy nagyszerű partnert kapott az itt élő magyar közösségben, a HMDK Tengermelléki Fennsíki megye egyesületben. Úgyhogy egy szó mint száz, egy újabb sikersztori, tehát ez a szervezet is, hiszen olyan múltat és bizony benne olyan jövőt is tud majd ez az egyesület, amelyre majd a következő években is méltó módon tudunk megünnepelni, illetve megemlékezni, illetve olyan jövőt tud majd ez a közösség is kreálni magának, amelyre az egész horvátországi magyarság büszke lehet. A 30 éves egyesület igyekszik változatos programokat nyújtani a tagságnak, de a Fiumében élő többi nemzetiségnek is. Megpróbálnak minél több fiatalt mozgósítani, abban reménykedve, hogy egyszer majd átveszik tőlük az egyesületet. Az is fontos, hogy a magyar kormány által biztosított Anna villában gyakorolni tudják a magyar nyelvet, az egyesület által pedig az itt élők megkapták azt a lehetőséget, hogy közösségként is magyarok lehessenek.